Itt vagyunk Paszkális nővérnél, kis szobácskába, ahol Paszkális nővér él és dolgozik. Itt készíti nap mint nap a fali újságot. Most éppen Krisztina nővér névnapja van, és Szent Krisztinát kutatja a Sütz-féle szentek életéből. Kinga nővérnek is névnapja van, úgyhogy Szent Kingáról is megvan már a kutatási anyag. Paszkális nővér, akkor tessék nyugodtan helyet foglalni, akkor majd felrakunk egy mikrofont, és akkor majd úgy tetszik tudni nekünk mesélni. Szegeden voltunk jelöltek, noviciátust is ott töltöttük, és a noviciátus végén volt esedékes, akkor volt lehetőség fogadalomtételre. Egyelőre 3 évre, de hát az ember lelkében az volt úgy is, hogy ez nem 3 évre szól. Mert egy ígéret az Istennek, válasz az ő meghívására. Ez nem 3 év, hanem egy élet. Ha jól emlékszem, megvoltunk talán 14-en a 16-ból, akik beöltöztünk, mert 2 még maradt a noviciátusban. Van olyan nővér, akit mi ismerhetünk ebből a 16-ból? Karola nővér. Ő a 16-ból volt, de ő még egy évig maradt a noviciátusban. Hoszti a nővér velem együtt tett fogadalmat. Aztán a Zsíros Mária Grácia nővér, aki aztán Igalban tanított, és hát szerzetes nőként is fejezte be az életét. Celestina nővér velünk volt. Maga a szertartás általában latin nyelven folyt. Az énekkar énekelte a Veni Sponza Christi éneket, ami a Cantuálléban megtalálható. Akkoriban a Cantuállé volt az az énekgyűjtemény, amelyet hát leginkább használtunk. Abban latin és magyar szent énekek is voltak, több szólamúak is, egy szólamúak is. Szívesen használtuk. Ez a beöltözés volt, amikor a Veni Sponzát énekelték? Ez a belépéskor volt, igen. 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 És akkor milyen koszorút tetszettek kapni, amikor a beöltözés volt? Beöltözéskor műanyagból természetesen rózsakoszorút kaptunk. Ilyen apró kis baba rózsák voltak összefonva egy koszorúnak, és ezt 8 napon át viseltük a fátyol tetején, a fehér fátyol tetején. És amikor az első fogadalom volt? Első fogadalomkor, akkor a fehér fátylat fekete fátyollal cseréltük fel, azt az előjáró művelte ezt a cserét, ő helyezte át a fejünkre a fehér helyett a fekete fátylat, és arra került aztán rá a mirtusz koszorú, fehér mirtusz virágból, és apró kis tövis is volt közte. Ez jelképezte azt, hogy az élet nem csak vidámság lesz, mennyegző, hanem hát lesz kereszt is, mert hát Krisztus követését vállaltuk, amelyre meghívott minket, és hát ezt szívvel, lélekkel, akkor is, hogyha kereszt vár ránk, ezt iránta való szeretetből vállaljuk. És ekkor mit énekeltek? Mert ekkor már nem a Veni Sponzát, hanem nem. A másikat. Nem tudom, ez már mi volt. Tetszett mesélni, hogy a Krisztusban meghalni arra. Az a Mortuensis már a lepel alatt volt.
És ez is az első fogadalomkor volt a lepel? Első fogadalomkor volt, és megismétlődött a örök fogadalomkor. És hogy nézett ki ez a lepel? Jó nagy volt, ne beterítette a szentélyt tulajdonképpen. Mind az összes beterítette. És a négy sarkára tettek olyan gyertyát, amit temetéskor szoktak ilyen náluk gyertyát. Szóval azt is, hát akkor énekelték a Mortu Jesus-t, et vita vestra abscondite est in Deo cum Christo, tum Christus apparuerit, vita vestra tunc et vos apparebitis in ipso in gloria. Ez volt a szövege, és hát Szent Pálnak a írásából való idézet.